Nektek. Isten igéjét a János evangéliumából fogom felolvasni, a 14. fejezet 26. versét olvasom. Felállva hallgassuk meg az igét, ahogy szól hozzánk János evangéliuma 14. fejezetének a 26. verséből. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, háladással köszönjük meg neked azt, hogy te nem csak megígérted a te drága szellemedet, hanem el is küldted őt. Köszönjük neked, hogy elérkezett hozzánk, felépítette, elhívta te népedet, egyházadat, és kérünk téged, hogy ez a drága Szent Szellem öntözze most meg a mi szívünket. Hadd bátorodjunk fel, Uram, a te követésedben, a te szolgálatodban, mennyei apánk dicsőségére. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Van még hely sajnos, úgyhogy befértek. Gyertek csak elől, még inkább talán több. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek. Milyen sokszor beszél az Úr Jézus a Szentlélekről, helyesebb fordításban Szent Szellemről. Milyen sokszor ígéri az Úr Jézus, milyen sokszor hivatkozik rá, rendre bássa az ő szavaiból látjuk, hogy megígéri a vigasztalót. Vesztek erőt, miután eljön reátok a Szent Szellem, lesztek nekem tanúim. Nagyon-nagyon sokszor hivatkozik erre az Úr Jézus. Nagyon érdekes végig gondolnunk azt, hogy Jézus Krisztus tudott-e vajon a Bibliáról, hogy lesz Biblia. Sehol egy szóval sem említi, egyetlen újszövetségi író sem, hogy lesz Biblia. Hogy lesz új szövetség. Hogy lesz majd egy könyv, amit olvasnotok kell. Hogy lesz majd egy olyan 27 könyvből álló gyűjtemény. Vagy akárhány könyvből álló gyűjtemény, amit majd én fogok nektek adni, én fogok nektek küldeni. És majd azt olvasgassátok, és abba lesz a ti örömötök, abba lesz a ti vigasztalásotok. Nincs a Bibliáról szó a Bibliában. A Szent Szellemről van szó a Bibliában. Isten szelleméről. És azért beszélek erről, szokatlan ez a megközelítés természetesen, de azért beszélek erről, a Biblia alapján beszélek erről, mert úgy látom, testvérek, hogy néha azoknak a római katolikusoknak, akik azzal vádolnak bennünket, hogy jó-jó, ti megvetitek a pápát, és nem fogadjátok el az egyház fő urának, vagy vezetőjének, fejének, de nektek papírpápátok van. Úgy látom, hogy ez néha nagyon igaz Isten népére. Van egy papírpápánk. És amit leír a Biblia, mi azt olvassuk, azzal foglalkozunk, az alapján hozunk döntéseket, azt tanulmányozzuk, azt boncolgatjuk, de minthogyha elfelejtettük volna, háttérbe szorult volna az, akiről Jézus Krisztus beszél, annak a rovására, amiről Jézus Krisztus nem beszél. Az Úr Jézus Krisztus nem a Bibliát ígérte meg nekünk, hanem a Szent Szellemet ígérte meg nekünk. És képzeljétek el, testvérek, évszázadok teltek el Biblia nélkül. Meg sem írták még a Bibliának a könyveit, amikor az egyház már élt, boldogult, harcolt, sokkal erősebben, mint talán a legtöbb gyülekezet, vagy akár mi magunk is. Biblia nélkül, hogy tudták ezt megtenni? Aztán, amikor megírták a Bibliát, hát nagyon sokáig még nem állt össze a Biblia. Voltak olyan könyvek, amiket megírtak, jó hiszemű, jó testvérek, jó szándékkal, de végül nem kerültek be a Bibliába. Vannak olyan bibliai íratok, amelyeket nagyon kevesen ismertek, de végül csak belekerült a Bibliába egy későbbi szerkesztésnek
a nyomán. Majd valamikor a 300-as években. És eltelt több mint 300 év úgy, hogy nem volt Biblia. Amikor majd lett Biblia, és meghatározták a kánont, így hívjuk ezt, hogy kánon, kanonizáció a Biblia kialakulásának a folyamata. A kánon az a Biblia, ami a kezünkben van, ószövetségi, újszövetségi, külön jött létre. Elsőről a zsidók döntöttek, a zsidó vezetők, másodikról a keresztény vezetők. Amikor létrejött a Szentírás, hát nem jutott az el minden emberhez, nem tudták leemelni a polcról, a hívők, nem volt a kezükben a teljes Szentírás, az majd csak későbbi szerkesztés, fordítások, nyomtatás, bibliaterjesztés eredménye egy pár száz éve, 200-300 éve van a kezünkben Biblia, testvére. Úgy látom, hogy a kereszténységen belül történik egy hangsúly eltolódás a papírpápa felé, és nem baj, ha a Szentírás tekintélye növekszik, mert egyáltalán nem akarom aláásni. A fő bajom az, hogy Isten szellemének a tekintélye csökken. És az a benyomásom a saját életemben is, tetten értem magamat azon, és mások életében is, hogy átveszi a Szent Szellem helyét a Biblia. Dogmatika, tanítások, lehet vitatni, vannak egymásnak ellentmondó részek, valóban vannak, szó sem róla. És akkor azokon jól esik vitatkozni, én magam is szoktam. Nem baj az, hogy egyeztetjük, hogy kutatjuk. Nem az a gond, hanem az a gond, hogy közben megfeledkezünk arról, akit Jézus Krisztus megígért. Akiről szólt az alapigénk. Akit én egyszer egy ige hirdetésemben úgy merészeltem megszólítani, vagy utalni rá, hogy ami. És oda jött hozzám egy hívő idős asszony, és azt mondta, nagyon figyeljen oda, hogy amikor igét hirdet, soha ne mondja a Szentlélekre azt, hogy ami. Mindig aki. Mert a Szent Szellem Isten. Isten maga jött el közénk, testvérek. Nem egy Bibliát hagyott nekünk, mint egy ilyen hagyatékot, egy végrendeletet, hanem ő saját maga jött el, Isten szelleme. Azzal sem értek egyet, amit megint csak egy katolikus plébános mondott el nekem, mert ott a Bibliának más a szerepe az ő egyházukban, mint a mi köreinkben. Azt mondta, hogy nem a Biblia hozta létre az egyházat, hanem az egyház hozta létre a Bibliát, tehát az egyház a Biblia felett áll, és nem az a lényeg, mit mond a Biblia, hanem az a lényeg, hogy mit mond az egyház. Hogy az egyház meg egy emberhez van náluk kötve, a pápához, tehát végül is a pápa határozza meg az egyháznak az életét, a Bibliának a létét is annak idején a vezetők alapították meg. És aztán elgondolkoztam ezen nagyon, hogy hát tényleg hogy is volt, való igaz, hogy az írott Biblia az nekünk a testvérek által van itt. Emberek írták, emberek szerkesztették, emberek másolták, emberek örökítették, emberek határozták meg, hogy mi legyen a Bibliában és mi ne legyen a Bibliában, emberek döntöttek erről. És emberek nyomtatták, emberek fordították, emberektől vásároltuk, amikor megvettük az üzletben, vagy emberektől kaptuk ajándékba, bemerítésünk után, vagy a születésnapunkon. Viszont ezt én úgy közelítettem meg aztán, hogy noha mindezt tudjuk, és ez nyilvánvaló, és kézenfekvő dolog, mégis valahogy úgy hozta létre az egyház a Bibliát, mint amikor én tőlem kérdezik, hogy anyja neve, és akkor elmondom anyukámnak a nevét. Az nem azt jelenti, hogy az anyukámat én szültem, mert odaírtam az anyja neve után az anyukám nevét, csak én írtam le annak a nevét, aki engem megszült. Na, a Biblia így keletkezett. Isten igéje hozta létre az egyházat,
És az egyház leírta Isten igéjét. Ebből lettünk, így jöttünk létre. Hogy egyszer Isten megalkotta a világot. Hogy Isten kiválasztotta Ábrahámot. Hogy megáldotta az ő népét, amikor Dávidot királlyá kente felettük. Hogy visszahozta őket a fogságból. Hogy megszületett a Messiás. Hogy ezt mondta. És Pál apostol így és így terjesztette az igét, meg az első apostolok. Mit olvastam? Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, aki mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Hát én már elképzeltem azt, hogy mondjuk Máté, az evangélium írója leült, és azt mondta, hogy hát most már csak nem jön vissza az Úr Jézus olyan gyorsan, mert nagyon hamarra várták az Úr Jézus visszajövetelét, úgyhogy nem is annyira iparkodtak mindent leírni gyorsan, hanem csak, hogy telt az idő, látták, hogy a gyülekezetben vannak kérdések, rendetlenségek, szeretnének a hívők fejlődni, sok helyen vannak már gyülekezetek, nem csak Jeruzsálemben. Én itt elmondom az én tapasztalatomat, emlékeimet, de jó lenne oda is eljuttatni, hát nem volt még internet. Leül Máté, és akkor egy jó pár év eltelhetett, amikor leírja az ő emlékeit Jézusról. Márk állítólag Péter apostolt faggatta, kérdezte ki, és úgy írta le az evangéliumát. Lukács is másodkézből, a harmadkézből, negyedkézből egy tudós kutató munkát végez az orvos alaposságával, és állítja össze mások emlékeiből, hiszen ő maga nem volt ott, mások emlékeiből az ő evangéliumát. János is a maga speciális szemszögéből, külön mély személyiség volt, művészlélek. És úgy hozza fel az ő emlékeit. És ezek az emlékek néha úgy tűnik, hogy keresztezik egymást. A három evangélium szerint Jézus csak egyszer volt Jeruzsálemben, János szerint többször is felment Jeruzsálembe. Egyszer volt, vagy többször volt. Az emlékek kavarognak. Nem biztos, hogy az, amit mi fontosnak tartunk ma, hogy minden legyen történelmileg hiteles sorrendben. Ez történt először, az történt másodjára, az történt azután. Nem biztos, hogy minden író e szerint a szempont szerint írt. Tudunk olyan munkákat, irodalmi műveket, történelmi feljegyzéseket, amelyek nem kronológiailag helyezik el az eseményeket. És a héber költészetre, irodalomra jellemző, hogy tartalom szerint csoportosít, és időben távolabb eső dolgokat is egy helyre gyűjt, mert a tartalma a lényeg, a mondani valója a lényeg. Ez szerint rendezi, az szerint rendezi, mint egy Excel táblázat, ilyen módon szűrsz rá valamire, olyan módon szűrsz rá valamire, így rendezed az adatokat, úgy rendezed az adatokat. Előttünk így van a Szentírás, testvérek. De hogyha, és visszaemlékeztek Jézus szavaira, mert Isten szelleme eszükbe jutatta. Hogy is mondta az én megváltó, mikor ott a hegyen voltunk, a hegyi beszédben? Hát így, igen. És megfigyelhető az emberi értelemnek a korlátozottsága, az emberi képességeknek a korláta, hiszen mondja János éppen, hogy lehetne még sok könyvet írni arról, amit mondott az Úr. De a maga világ se tudná befogadni a könyveket. Aki olvassa, annak is pontosan elég ez az 1200 oldal, még néha sok is, és lehetne még nagyon sokkal többet is mondani. Furcsa dolog a Szentírás. Furcsa örökség a Szentírás. Isten szellemének a munkája. Istentől ihletett. De lehet félre értelmezni benne mondatokat. Nehezen értelmezni benne mondatokat. Szavakat úgy lefordítani, hogy visszaadjuk, ha valaki egy idegen nyelvet beszél, tudja, hogy milyen nehéz egy-egy kifejezést lefordítani, hogy lehet ezt pontosan visszaadni. Amikor magyarra fordították, amikor görögre fordították, Jézus nem görögül beszél, testvérek. És mi azt mondjuk, hogy a görög eredetiben ez és ez van. De Jézus nem görögül beszélt. Ő elmondta arámul vagy héberül,
legtöbben talán azt mondják, hogy arám volt annak idején a zsidók nyelve, elmondta valamelyik nyelven, és aztán akik majd rögzítették, leírták a Bibliát, az akkora kultúra, akkori kultúra nyelvén görögül leírták az Új Szövetséget. Ez már egy fordítás. Aztán majd lefordították magyar nyelvre. Szóval egy nagyon kalandos, rögös útja van a Szentírásnak. Egyszer megkérdezte tőlem valaki, egy levelet küldött, hogy melyik Biblia fordítást tudom neki ajánlani, melyik a legjobb. Egymásnak ellenmondó véleményeket hallott. És akkor leírtam neki azokat a nehézségeket, amik a Biblia születése körül vannak, hogy több szövegváltozat maradt ránk. Feltártak egy leletet valahol, egy bibliai ősi kéziratot, ami a legrégebbi, de csak kevés maradt fent belőle. Töredékes. Pár mondat, nem egy egész evangélium, hanem csak egy-két rész, vagy abból is elégtek, elporlattak dolgok. Fennmaradt belőle egy pár mondat. Megette az idő vasfoga. Aztán majd találunk későbbi korokban sokkal épebb kéziratokat, amik már akár teljes bibliai könyveket tartalmaznak, hiánytalanul, jól olvasható módon, de sokkal-sokkal későbbiek. És azt a kettőt egymás mellé tesszük, testvérek, azt látjuk, hogy nem ugyanaz. Hát akkor most melyik? Melyiket fogadjuk-e hitelesnek? Amelyikből több van és jobb minőségű, vagy amelyik a régebbi, az a hiteles? Nem mindig a régebbi a hiteles. Nem mindig a régebbi a hiteles, és nem biztos, hogy mindig az újabbat tudjuk jól összerakni, és nem biztos, hogy az nem egy későbbi betoldásnak a műve esetleg. Kétségek vannak, hát nem voltunk ott. Mi marad nekünk akkor? Mi az Isten igéje akkor? Itt imhol a víz, mi akadályoz, hogy bemerítkezzek? Ha teljes szívvel hiszel, meg lehet. Jaj, de szerettem én ezt az igét. Uram, én teljes szívvel hiszek, meg lehet. És akkor egyszer csak nézem, az egyik biblia fordításban nincs benne ez. Teljes szívvel hiszel, meg lehet. Hogy nincs benne? Rossz a biblia nyomtatás? Hát egy kis csillaggal meg van jelölve, hogy a legújabb, a legrégebbi kéziratok nem tartalmazzák. Ma csak az újabbak, és akkor a régebbiek nem. Hát ezért kihagyták belőle. Vita van, hogy mi az eredeti görög, testvérek. Hát akkor mi marad nekünk? Hogy fogunk mi tájékozódni? Mi, akik annyira támaszkodunk a Bibliára, meg van írva itt ez, ott az. Én szeretem a Bibliát a helyén kezelni. Ez egy üzenethordozó, mint egy CD, vagy mint egy DVD, vagy mint egy merevlemez, vagy mint egy pendrive. És a Szentíráson keresztül akar Isten valamit nekünk üzenni, szólni. Ez csak a hang, vagy olyan, mint a magyar nyelv, egy kifejezési eszköz, a Biblia is. Isten meg tud rajta szólalni egy bizonyos eszközön keresztül, mint a nyelv, az egy eszköz. És lehet, hogyha én csak angolul értek, vagy csak románul, akkor a magyar nyelv nekem nem ér semmit. Azért, mert azt írja a Biblia, az Biblia betűje azt írja, hogy a betű megöl. Azt üzeni a Biblia, hogy én önmagamban meg foglak téged ölni. Halálod leszek. Törvénykönyvé változok át. Üres betűké, tananyaggá fogok átváltozni. De Isten szelleme megelevenít. Hogy egy holttest is, hát ott van a szíve, ott van a szeme, ott van a karja, ott van a lába, de nincs benne élet. Hát a Biblia csupa jó dolgokkal van tele, testvérek. De ha nem Isten szelleme hatja át, amikor olvassuk, akkor nem fog nekünk jelenteni semmit. Csak egy ismeretanyagot, csak egy tudást, csak egy irodalmi művet, irodalmi szépséget, de nem lesz benne élet. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya,
és mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Ahogyan Isten ihlette azokat a személyeket, akik írták, ugyanazzal az ihlettel kell olvassuk. És akkor ki tudjuk belőle kódolni azt, amit Isten belekódolt a Bibliába. És ehhez nekünk kapcsolatba kell lépnünk Istennel. És Isten nagyon közel van, nem a mennyben van, testvérek, Isten, hanem bennünk van Isten. A Szent Szellem által. Csak hogy ennek a Szent Szellemnek teret kell adni. Hogy tudjon munkálkodni, hogy meg tudja fejteni nekünk a Szentírást. Nem csak a Szentírásra tanít meg minket a Szent Szellem, hanem azt mondja, hogy mindenre megtanít majd titeket. Mindenre. Hát ez a kifejezés nekem mindig nagyon tetszik, amikor a Szentírásban azt olvassuk, hogy mindig, vagy minden, vagy mindenkor. Hát ez egy nagyon izgalmas kifejezés egyébként, mert nem azt jelenti, mint amit mi értünk alatta. Mindenre megtanít téged a Szent Szellem, amire szükséged van, és amire nincs szükséged, abból meg semmire nem tanít meg. Pontosan annyit fog neked megfejteni Isten szelleme a Szentírásból, a természetből, az élet dolgaiból, vagy egy ilyen ige hirdetésből is, amire szükséged van, ha vevők vagyunk rá. Arra szeretnék ezek után kitérni, hogy mi a bűn? Mi a bűn? Ez a kérdés nagyon sokszor előjött az elmúlt hónapokban, kellett vele foglalkozzak, saját életemet mások életét tekintve is. A hívők szeretik keresni azt, hogy mi az, amit megtehetnek, és mi az, amit nem tehetnek meg. Mi az, amit szabad elkövessenek, és mi az, amit nem szabad elkövessenek. Ezek a nagy kérdések. Hogyan vezet Isten? Honnan tudhatom meg, hogy ő szeret engem, vagy hogy megbocsátott? Mi a bűn? Mi az, ami kedves? Honnan tudja meg, hogy mi a szolgálatom, mit kell tennem? Tehát mik azok a jó cselekedeteket, amiket véghez kell vigyek? És mik azok a rossz cselekedetek, amiket nem kell véghez vigyek? Hát ezek ilyen nagy klasszikus kérdések. Most ugye táborozásból jövünk. Több hetet töltöttünk táborban. Én 4 hetet voltam fiatalokkal, felnőttekkel. A kérdések, amik előjöttek csoportban, nagy közönség előtt, vagy 4 szem közt, azoknak egy jó része ezzel volt kapcsolatos, amiket eddig említettem, és egy nagy csoport, az érdeklődésnek a középpontjában áll az is, hogy mi a bűn, mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem. Mindaz, amit elmondtam Isten igéjével, Isten szellemével kapcsolatban, és amit még bővebben is ki lehetne fejteni, most nem megyek azzal tovább, hanem szeretném rá vonatkoztatni arra, hogy mi a bűn a te életedben. Hogy tudjad, mert érdekel. Téged is érdekel, engem is érdekel az én életemben. Mi olyanok vagyunk, testvérek, mivel Isten szellemétől el vagyunk idegenedve. És azokat a kifejezéseket, például csak maga a név, hogy Szent Szellem, azt mi oda ajándékoztuk a rajongóknak. Ők mindig ezt mondják, Szent Szellem, ez a helyes fordítás, de idegenkedünk, mert azt az olyan gyülekezetekben mondják, ahol olyan dolgok történnek, amik nekünk nem nagyon tetszenek, vagy amiket mi nem nagyon szeretünk, vagy szeretnénk, ezért hátralépünk a kifejezésektől. Hogy Szentlélek keresztség, pontos fordításban Szent Szellembe való bemerítkezés, hát ettől is hátralépünk. Hát nálunk ilyen dolgok nem történnek. Hát ez, mi megtérünk, újjászületünk, minket vezet az Isten, de Szent Szellembe való bemerítkezés, ezt mondják csak ők. Elidegenedünk bibliai kifejezésektől. Elidegenedünk Isten szellemének a munkájától, és szeretjük az olyan merev dolgokat, mint a Biblia például. Ez legalább fix. Ide van írva, ez nem fog változni. A bűnnel kapcsolatban is nagyon megszerettük a bűnlistákat. A Bibliában is van bűnlista. Paráznák,
férfi szeplősítők, rágalmazók, hazugok nem öröklik az Isten országát. Tehát ezeket nagyon szeretjük mondogatni is, homoszexualitással kapcsolatban például rögtön felhozzuk az ilyeneket a férfi szeplősítőkkel kapcsolatban, hogy na, a homokosok nem öröklik Isten országát, úgyhogy végük van. Ki is nyírtuk őket ezzel a bűnlistával. És akkor hazugok, meg szüleiknek engedetlenek, meg kérlelhetetlenek, meg rágalmazók. És igazából mi magunk sem tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, nem arra valók, hogy magunkat lemérjük vele, hanem arra valók, hogy bunkós bottal, bunkós botként használjuk azokra, akik mondjuk nyakig benne vannak. Azért, mert bűnlistákra támaszkodunk. Ezek ilyen nagy fogalmak egyébként, hogy rágalmazó, meg hazug, meg fösvény. Ezek ilyen nagyon nagy fogalmak. Örülünk is nekik, hogy ilyen nagyok, mert ha apró pénzre lennének vártva, akkor érintenének bennünket. Akkor foglalkozni kéne velük. Hogy paráznák. Hát azt mondom, jó kimondani, hogy paráznák. És akkor Jézus apró pénzre váltja, ha egy férfi házasságtörésre gondol az ő fejében, akkor az Isten előtt olyan, mintha elkövette volna. Hűha! Hát ez már annyira nekünk nem tetszik. Sokkal jobb volt azt hallgatni, hogy paráznák, mint hogy az is bűn, hogyha én arra gondolok, akkor ez Isten előtt utálatos. És mi magunk is felállítottunk ezért bűnlistákat. Olyan bűnlistákat állítottunk fel, amelyek tőlünk távol vannak. Amelyeket könnyű kipipálni. Amelyeket könnyű teljesíteni. És figyeljétek meg, hogy minden felekezetnek megvan a bűnlistája, vagy minden kor hívőinek megvan a bűnlistája, és akkor megvan állapítva, hogy egy tisztességes hívőnek, most példákat fogok sorolni, nincsen tévéje. A bűnnek a melegágya, a forrása az a televízió. Ezért, ha megtér valaki, és Istennek kedves akar lenni, akkor a leges-legelső dolga az, hogy kidobja a kukába a televíziót. És ott utána, ha nincs neki a következő 74 évben nincs televíziója, akkor ő teljesítette az Isten előtti kedves életét, és tévé nélkül leélte azt, és borzasztó nyugodt, hiszen a bűnt kitettem az életemből. És aztán lehet bármi mást oda tenni ehelyett. Cigarettát, vagy a tengerparti nyaralást, vagy internetet. Régen a baptisták nem kávéztak, nemrég tudtam meg. És akkor tudjátok, hogy nem is cigizek, nem is tévézek, nem is iszok alkoholt, nem is megyek kocsmába. Ezeket bárki meg tudja csinálni, igaz? Kipipáltam a bűnlistát, és akkor boldog vagyok, hogy bűntelen vagyok. De ez nem így működik. Hanem úgy működik, hogy Isten szelleme mutatja meg, hogy mi a bűn. És amikor ilyen papírpápánk van, meg amikor ilyen, ez a hagyománynak, Jézus hagyománynak nevezi ezt. Amikor a hagyományok szerint éljük a hívő életünket, ezt be lehet tanulni, erre lehet idomítani embereket. Megtanultam, hogy a jó hívő bizonyos helyeket elkerül, bizonyos szavakat elkerül, kidobja a tévét, sose iszik alkoholt, stb. Ezt csinál jó hívő, és ezek szerint építjük fel az életünket, ezek hagyományokká válnak. A Bibliában sincs benne. Internetről nem beszél a Biblia, cigarettáról, kábítószerről nem beszél a Biblia. És akkor kiegészítjük a Bibliát. Van egy bibliai bűnlista, rágalmazó, parázna, férfi szeplősítő, stb. És akkor hozzátesszük a kis tévénket, internetünket, ciginket, italunkat, ki tudja még mi mindent, hosszú szoknyánkat, meg egyebeket.
és felállítottunk egy bűnlistát. És ezt gépies módon cselekedjük, és boldogok vagyunk, hogy teljesítettük az Isten akaratát. Testvérek, a bűn fogalmát nagyon szépen határozták meg bölcs emberek, és akik a Biblia eredeti nyelveit, a hébert, a görögök egy kicsit jobban ismerték nálunk, és nagyon tetszik nekem az a meghatározás a bűnre, hogy céltévesztés. A bűn az céltévesztés. Az a természeti kép, hát nem természeti, mert emberi kép ez, a hadászatból, ugye, vagy a vadászatból, amikor rálőnek a célpontra, mondjuk arra a szarvasra, de nem találtad el. Nem pont oda ment az a nyilvessző, ahova kellett neki. Nem talált el a célt. Mellé ment. A bűn az egy ilyen elrontott lövés, ami nem talált el a célt. És hogy mi ez, mi a bűn, testvérek, ezt nem lehet leírni egy listán. Nem mintha egyetértenék ilyen nagy cégéres bűnökkel, nem mintha támogatnék bármilyen mértéktelenséget, vagy tisztátalan dolgot, de az ellen szeretném felemelni a szavamat, hogy hagyományok és bűnlisták szerint éljük a hívő életünket, és ne pedig Isten szellemére hangolva. Mert neked Isten szelleme fogja azt megmutatni, hogy mi az életedben a céltévesztés, mi az életedben a bűn. A 16. fejezetben János apostol evangéliumában azt olvassuk a 7. verstől, János 16:7, de én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Bűnlistájuk van, nem is csinálják azokat a dolgokat, nem úgy öltöznek, nem úgy beszélnek, nem mennek el szórakozó helyre, nem vesznek a szájukba alkoholt, nem cigiznek, nem káromkodnak, nem lopnak a munkahelyen, de nem hisznek bennem. Tudjátok, a gazdag ifjúnak mit mond Jézus, mikor megkérdezi, hogy hogy juthatnék a mennybe? Hát tartsd meg a parancsolatokat. Tartsd meg a bűnlistát. A bűnlistán nincs az, hogy add oda az egész vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennybe. Ez a Bibliában nincs benne. Már mióta Jézus mondja, benne van, de előtte nem volt. És az a fiatalember ismerte a parancsolatokat, és azt mondta, pipa, 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 ezt is betartottam, azt is betartottam, azt is betartottam. Hát igen, mert jó, erős jelen vagy. Jó, oda tudod tenni magadat. Ügyes vagy. De nem hiszel bennem. Nem hiszel bennem. Csak betartottad a parancsolatokat. És mit ér az önmagában, testvérek? Ha kívülről fújjuk a Bibliát, ha megtanuljuk, ha a bűnlistákat kipipáljuk, ha betartjuk azokat, amiket olvasunk, vagy betartjuk azokat, amiket magunknak összeállítottunk, de nem hiszünk Jézus Krisztusban, és ez is egyébként mit jelent? Hiszem, hogy volt, hiszem, hogy meghalt, hiszem, hogy feltámadt. A hit nem a történelmi tényeket ragadja meg, hanem az élő Jézus Krisztust, aki az Istentől, az Atyától küldött Szent Szellem által bennem lakik. Ez a hit. Megragadta őt. Itt van velem. És bűn tekintetében megfedd engem, hogy te nem hiszel. Egyszer egy nőtestvér felhívott egy olyan lelkipásztort, akinek pszichológiai végzettsége is volt, azért, hogy hívőkön tudjon segíteni a pszichológia módszereivel is. És ez a testvérnő annyira maga alá került egy időben, hogy felhívta ezt az embert, kért tőle egy időpontot, elmondta neki az ő nehézségeit, és tetszett, ahogy fogadta ez a valaki,
Elmondta, hogy ő hova járt gyülekezetbe, mi a problémája, hogy megtért, hogy hisz Jézus Krisztusban, újjászületett, de ezekre a lelki problémákra nem talált eddig megoldást. És akkor ezt kérdezte rögtön a lelki gondozó tőle, hogy akkor maga olyan hitetlen hívő, igaz? Erre csak egy válasz lehetett, igen. Szóval hívők vagyunk mi. Van Isten, van. Eljött Jézus, eljött. Hiszel abban, hogy meghalt a bűneid? Hiszem. Feltámad, feltámad. Él benned Isten szelleme? Szól hozzád Isten szelleme? Vezet téged Isten szelleme? Át van ez az egész itatva ő vele, akiben hiszel, vagy hiszel nélküle benne? Mint ahogy Napóleonban is hiszel, mert tudod, hogy volt, megszületett, munkálkodott. A történelmi feljegyzések, az ásatások bizonyítják, a Waterloo ütközetet, mindent. Jézusban is így hiszel, hogy volt, vagy úgy hiszel, hogy itt van. És amikor eljön Isten szelleme, akkor rámutat a bűnre. Képzeljétek, egyszer úgy jártam, így tapasztaltam meg ezt, hogy megfeddi a világot bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Úgy jártam, hogy nagyon közel éreztem magamat Istenhez. Megint visszavéve a biblikus fogalmat, hogy betöltekeztem Szent Szellemmel. Én ezt nem vagyok hajlandó odaadni egyik más felekezetnek sem, használja, aki akarja egyébként, de én akarom használni. Hogy nehogy úgy tűnjön már, hogy nekünk nincs ilyen. Hogy ne lenne? Amikor te örvendezel a te Istenedben, amikor érzed az ő szeretetét, jelenlétét, áldásait, erejét, betölt téged akkor a Szent Szellem. Na, én így örvendeztem az én megváltomban. Ó, de jó volt. Mint csak imádságban emelkedett fel a szívem, nem tudom, meddig tartott, nem olyan sokáig, egy perc, két perc, csak mind puzdult fel bennem a lélek, és örvendeztem. Jaj, Uram, de csodálatos, de dicsőséges vagy. És ahogy így jött közelebb az Úr, tudjátok, mi történt? Egy pillanat alatt, mintha mellbe vertek volna, Isten szembesített egy bűnömmel. Puff! Ott volt egy bűn. Abba a dicsőségbe, abba az Isten közelségbe egyszer csak megláttam, te jó ég! Hát az életemben van egy olyan dolog, ami gyűlöl az Isten. Mert eljött az ő drága szelleme, meglátogatott engem, és rávilágított, azt még tedd rendbe. Nagyon örülök neki, hogy örülsz. Nagyon nagy örömmel fogadom a te Isten tiszteletedet. De most az én kegyelmem azt munkálja benned, hogy most bírod el, mert erős vagy, hogy attól még szabadulj meg, azt tedd le. Az nekem nem tetszik. Hát testvérek, mikor ez megtörtént, akkor először is nagyon megdöbbentem, nem gondoltam volna, hogy a közeledő Isten nekem ilyen ajándékot fog hozni, hogy szembesít egy bűnömmel, amit addig nem láttam. És a második dolog, amit éreztem rögtön ezután, újabb határtalan öröm. Köszönöm, Uram, neked, hogy megmutattad. Köszönöm, hogy megítéltél. De jó a te kezed. Mert tudtam, hogy nem azért mutatja meg Isten, hogy agyon csapjon, hogy ne engedjen örülni, hogy lehűtsön, nem erről volt szó. Hanem valóban ajándékként hozta. Szeretnélek téged megtisztítani. Tovább vezetni még egy lépéssel a hitben. Megítélem a te bűnödet. De ezt kegyelmesen mondta. És tudtam, hogy van erre nekem bocsánat. És Isten nem bántani akar ezzel, hanem éppen gyógyítani akar ezzel. És olyan hálás voltam. Uram, köszönöm, hogy a te jelenlétedben én felfedeztem magamat. Dicsőítelek, magasztallak ezért téged. Testvérek, nagy eligazítás fog nekünk adni az a bűn tekintetében. Először is, hogy mi az? Mi az a cselekedet? Mi az én bűnöm? Isten szelleme mutassa meg. Ez szerepelhet a bűnlistán is. Másokén, vagy a tiedén, vagy a gyülekezetedén, vagy a felekezetedén, vagy a bibliai bűnlistán is szerepel, hogy ez a dolog az, ami bűn. Lehet, hogy nagyon jól tudod,
hogy a te életedben ott van ez. Lehet, hogy olyan dolog, amiről a Szentírás még nem írhatott. Az internetezésről, vagy más egyéb élvezeti cikkekről, amit a Szentírás még a kor miatt, amiben fogalmazódott, még nem írhat, a bűnlistán még nem lehet rajta. Szóval az egyik dolog, mi az a cselekedet, ami gyűlöletes Isten előtt? Aztán rögtön oda tenném mellé, és ez már árnyalja rögtön a képet, hogy mikor? Mikor? Lehet, hogy ez a dolog, amit csinálsz, egy adott időpontban válik bűnné. Egyébként nem az. Ha te szorgalmas vagy, és egy jó munkaerő vagy, és odafigyeléssel végzed a te feladatodat, akkor azt nem lehet bűnnek nevezni. De hogyha ezt vasárnap csinálod, és nem a vasárnap nap a lényeg nekem, hanem mondjuk az Isten tisztelet kellős közepén, akkor az már lehet, hogy nem olyan kedves Istennek. És akkor te célt tévesztettél azzal a dologgal, ami egyébként jó, azzal Isten nem tudta elérni a célját. Mert a közösség helyett, a gyülekezet helyett, az Isten tisztelet helyett, a Biblióra helyett, a házi csoport helyett ezzel foglalkoztál. Aztán még tovább árnyalnám a képet, milyen mértékben? Mit csinálsz? Mikor csinálod? Milyen mértékben csinálod? Hát a pacal pörkölt evés, az szerintetek bűntestvérek? Szerintem nem bűn. Hát, ha ezt a pacal pörköltöt vasárnap eszed meg, az a vétkezel, megszeged a nyugodalomnapról szóló parancsolatot? Nem hinném. De hogyha 2 kilót ettél meg belőle, akkor már azért nekem elgondolkodtató, hogy nem estél le a falánkságnak, a mértéktelenségnek a bűnébe. Lehet, hogy olyat csinálsz, ami nem bűn. Lehet, hogy akkor csinálod, amikor nem bűn, de olyan mértékben csinálod, ami bűn. És nagyon sok mindennel lehet így. Na, Biblia legyen a talpán, amely Biblia az összes esetet neked fel fogja sorolni. Bűnlista legyen a talpán, amely az összes esetet fel fogja sorolni, amikor te vétkezel. Ha ebből ennyit eszel, ha abból annyit nézel, ha erről ennyit mondasz, ha ekkor csinálod, ha akkor csinálod, akkor bűn. Céltévesztés. És azt is el kell nektek mondjam, hogy más és más a mi életünknek a célja. És tudjuk azt, hogy például akik alkoholistákkal foglalkoznak, fogadalmat tesznek, hogy soha nem isznak alkoholt. Nem vesznek és nem adnak senkinek. András testvéréknek van egy ilyen fogadalmuk. Mert iszákosok között szolgáltak. És hogyha ezt tartják magukat, az ő szolgálatuk eléri a célját. Mert ezt kapták az Úrtól. Ilyen szolgálatban voltak. És ehhez tartják magukat, amíg élnek. Nekem ez a szolgálatom, a küldetésem? Pál apostol szolgálata úgy érte el a célt, hogy nem házasodhatott meg. Nem is akart, de Isten nem is adott neki erre lehetőséget. És Pál tudta azt, hogy jobb nekem, ha egyedül maradok, mert így tudom elérni a célomat. Az én szolgálatom elérni a célját, ha nem házasodnék meg. Baklövés lenne, testvérek, ha nem házasodtam volna meg. Melléfogás. Bűn. Bűn lenne az életemben. Pál életében kívánatos volt. Az én életemben bűn lenne. Értitek, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez a bűn. Meg ez a bűn, vagy lehet. És még ez igaz is lehet, mert például keresztény házasságtörés nincs. Tehát az biztos, hogy a házasságtörés minden esetben bűn. Találhatunk olyan fogalmakat, és felállíthatunk olyan bűnlistákat, amik igenis örökérvényűek, és mindig megállják a helyüket. Ez egészen biztos. Ha Isten igéje kimondja, és rádobban a szívünk, és tudjuk azt, hogy Isten nem rendel hívőnek hitetlen házastársat. Ez biztos. Tehát az alapeset.
Nem kell megkérdezni, hogy Uram, az én életemben esetleg megengedett, hogy nem hívővel házasodjak. Ez nem kérdés. De vannak olyan kérdések, hívő bemehetek kocsmába. Én megtérésem óta nem nagyon jártam kocsmába, lehet, hogy meg tudnám számolni az egy ujjamon, vagy az egy kezemen, az ujjaimon, hogy hányszor voltam, de egy esetleg határozottan emlékszem, amikor hívőként mentem a kocsmába, amikor egy előadásról az utcára kiérve, vagy 100 ember zsúfoltan mentünk a járdán, és szembe jött valaki, egy járókelő, és így rám nézett, rám mutatott, és azt mondta, ma veled kell, hogy beszélgessek. Tehát teljesen le voltam döbbenve, egy vadidegen ember. És valahogy az Úr szelleme akkor is munkálkodott bennem, mondom, miért kell te velem beszélgessél? Nem tudom, nagyon furcsákat mondott, és elkezdett nekem a sátánról beszélni az ember. És, na mondom, ja, hogy neki megjelent a sátán, ezt mondta. Ma veled kell beszélni, miért kell? Mert nekem megjelent a sátán. Mondom, ennek nagyon örülök, mert nekem meg Jézus jelent meg, úgyhogy akkor mi partnerek vagyunk, gyere beszélgessünk. Igazad van, ma velem kell beszéljél. Emberedre akadtál. Nem tudom, ki indított rá, de jó tette. És elkezdtünk télen az utcán, sötét volt már este, beszélgetni az ő megtapasztalásairól, az enyémről. És akkor mondta, hogy nagyon fázik. És mondta, hogy menjünk már be abba a kocsmába. Hát mondom, menjünk. Beálltunk, ő rendelt valami italt magának, én rendeltem egy kólát. Azt hiszem álltunk egy magas asztalnál, ha jól emlékszem, lehet, hogy leültünk. És akkor mondta azt, amit szoktam emlegetni egyébként, csak nem az egész történetet így elmesélve, hogy na, ha ilyen nagy okos vagy, akkor mondd meg nekem, hogy milyen ruhában, milyen színű ruhában jelent meg a sátán. És akkor egy másodperc gondolkodás után mondtam neki, hogy zöld. Zöld ruhában van a sátán. Szóval honnan tudod? Hát mondom, ember, nézd már magadra, a kabátod, a nadrágod, a sálad, hát minden csupa zöld, hát szerintem még a gatyád is zöld, hát neked a zöld a kedvenc színed. Azt mondja, így van. Hát ha az ördög megjelenik valakinek, annak a kedvét fogja keresni, a te kedvenc színedbe öltözik. És azt mondja, tényleg zöldbe volt, zöldbe jelent. Kocsmában volt ez a beszélgetés. Bemehet a hívő a kocsmába? Nem. Akkor ki mondja ennek a szerencsétlennek, hogy az ördög zöldbe van? Hát akkor hogy derül ki a számára? Hogy ne mehetne be, testvérek, ha a célt, amit Isten a te szolgálatodra, életedre rendelt, így tudod betölteni, akkor menjél be. Jézus is bement. Jézus is bement. Mit keres ott hívő olyan társaságba? Hát az Istent keresi. Farizeusok mondták is neki, hogy mehetsz oda be? Hogy lehet, hogy neked tévéd van? Hogy lehet, hogy te iszol alkoholt? Hogy lehet, hogy te ilyen dolgokat mondasz? Hogy lehet ez? Hogy lehet? A hívő nem csinál ilyet. De hogy nem csinál? Hogy ne csinálna? Azért, testvérek, mert nem csak a bűnnel kapcsolatban mutatja meg Isten szelleme, hogy mit kell cselekedni, hanem a jó cselekedetekkel kapcsolatban is. Mit kell tennem? Mi a szolgálatom? Hogyan kell nekem szolgálni? Ezt Isten szelleme fogja neked megmutatni. És fel lehet sorolni a jó cselekedeteket, engedelmeskedj a szüleidnek, takaríts ki a szobádat magad után, a hívő az a munkahelyi mindig becsületes, soha nem hazudik, hát persze, csak akkor hazudik, ha jönnek a nácik, és a nálad rejtegetett zsidókat meg akarják ölni. Akkor a hívő is hazudik, elhiszitek? Hazudtak is? Jól is tették? Még Dávid is hazudott. Meg még egy rakás példát lehetne hozni a Bibliából. Hát alapesetben persze, hogy nem hazudunk. De ha mi célunk teljesítéséhez az kell, akkor fogunk hazudni. Ha életet kell menteni, akkor fogunk hazudni. Bonyolult kérdések ezek, testvérek. Lehet nagyon sokat vitatkozni, ezekről szoktunk, az ilyen határ esetekről szoktunk vitatkozni, mert ezt nagyon nehéz leszögezni egyszer s mindenkorra. Hogy mit, mikor, milyen mértékben csinálj, vagy ne csinálj. Ezekre a Szent Szellem tanít meg bennünket. És hogy ezt még aztán azon túl, hogy én a magam életében nagy nehezen kikutattam, hogy mi a bűn, és mit nem tehetek,
mik az én jó cselekedeteim, amik Istentől el vannak készítve, és ezt tegyem meg. Azután még ott van az is, hogy na ezt próbáljuk meg akkor még egymással is összehangolni. Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Isten szelleméhez méltó feladat. Te bemész oda? Ha nálatok van együttjárás? Hát tévészt néztek? És a sokféle hívő, aki rájött arra, hogy mit tehet és mit nem tehet, még egymással is összhangba kell kerüljön. Ez Isten szelleméhez méltó feladat, amit Isten szelleme el is végez. És azzal szeretném befejezni, hogy hogyan juthatunk mi hozzá ez az isteni szellemhez. Na hát erre azért olyan pontos válaszom nincsen. De iránymutatást tudok adni. És nekem bemerítő János jut eszembe. Készítsétek az Úrnak útját. Kiáltó szó a pusztába. Készítsétek, jön a Messiás. És most nem a testi értelemben eljött Messiásról van ma szó, hanem a Szent Szellem van itt. De ugyanúgy kell készíteni az útját, testvére. Pontosan ugyanúgy. Ha te elkészíted a Szent Szellem útját, akkor a Szent Szellem be fog jönni az életedbe. Ha pedig ellenállsz, akkor nem fog bejönni. Nagyon egyszerű. Készítsétek az Úrnak útját. A magas legyen alacsonyá. A mélység emelkedjen fel. Jöjjön el. Jöjjön, Uram Jézus. Hozzám először. Gyere, lépj be az életembe. Taníts engem, Uram. Kérlek téged, könyörgök. És amit már megértettél, Isten igéjéből, a Szent Szellem által, az ige hirdetésekből, a Szent Szellem által, a saját imádságaid közben a Szent Szellem által, hogy mik azok, amiket neked rendezned kell, amik Isten előtt gyűlöletesek, akadályozzák az ő további munkáját, azokat csináld meg. Engedelmeskedj. És meg fogod látni, Isten Szelleme tovább végzi az ő munkáját benned. Utat készítesz, és ő fog jönni. Ha én ások itt egy nagy medret, amiben elfér egy folyó is, és jönne egy árvíz valahonnan, vagy átszakadna a töltése a beretyónak, abba a mederbe folyna bele. És nem árvíz lenne, hanem elvezetni a vizet. Ahol készítik a medret a folyóknak, a mesterséges medreket, oda fognak bemenni. Nem fog a folyó repülni, nem fogja kikerülni a medret, a meder be fog belemenni. Ha te utat készítesz Isten szellemének, akkor Isten szelleme fog jönni, és fog téged tanítani. Hát nem egyszerre mindenre, de amit meg kell értsél ma, azt ma fogja veled megértetni. Hogy ma is célt érjél, ne menjen félre, ne keveredj bűnökbe, hanem a mai napod is célt érjen. A szolgálatod is célt érjen. És az egész életed is célt érjen majd nála. Amen. Amen.